Sziasztok, kedves nézők! Itt van velünk újra Lucky és Armfield. Szevasztok, srácok! Szevasztok, és Nazdani is. Köszönöm szépen, itt vagyunk. Ha bemegy, akkor gól következő részében. Az első rész nagyon tetszett nektek, ahogy fifáztak itt a srácok. Ma majd Armfield-dal fogjuk mi ketten megmérettetni a tudásunkat. És hát nagyon sok minden történt az elmúlt napokban. Rengeteg meccset láthattunk az EB mérkőzések során, úgyhogy ezeket fogjuk kitárgyalni, és természetesen a magyar-portugál meccsről fogunk először beszélni, mert hát az érdekel mindenkit a legjobban, és nagyon izgalmas volt. Hogy látjátok, srácok? Yes, meg hát ugye az első meccsek lezajlottak minden csoportban, úgyhogy már látunk egy ilyen összképet nagyjából, hogy melyik csapat hogyan játszik, úgyhogy igen. Hát figyeljetek, én nekem volt a legkevésbé izgalmas, ahol én voltam, úgyhogy majd ti többet tudtok erről beszélni. Én egyébként nem itthon néztem, hanem itt Fehérváron, egy ilyen szurkolói zónaszerűségben, ahol szerintem egy ilyen 500-600-an biztos voltunk. Jó. Ja, jó volt, jó meleg volt, úgyhogy én így élveztem ezt a részét, hogy így emberek között néztük ezt a dolgot. Nem tudom, hogy például stadionban milyen volt ez, Lucky? Erre térjünk ki majd Nazdani után, ugye. Szerintem, Dani, te nézted a hivatalos szurkolói zónában, ugye? Igen, Budapesten, a Városligetben. Utána majd elmondom, hogy milyen volt a stadionban, de milyen volt ott a szurkolói zónában. Ugye nagyon fontos számomra, hogy ez életemben először történik ilyen, hogy én ilyen nagy volumenű helyszínen nézem egyáltalán a meccset, soha nem voltam meccsen, stadionban sehol, még ilyen nagy kivetítő se, és óriási élmény volt, hogy az a szurkoló tábor, az a rengeteg ember, hogy tényleg mennyien szurkolnak ott a magyar válogatottak, nagyon nagy feltöltődés volt, és nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem. Nagyon, tényleg, kirázott a hideg, most is kiráz a hideg, ahogy besélem, hogy nagyon jó volt. Igen, láttam felvételeket, tényleg ott is remek hangulat volt. De a stadionban, na hát azért alapból az a vonulás, amit a Hősök terétől csináltak az ultrák, az valami elképesztően nézett ki fotókon, nem voltam benne a vonuló tömegben, de nagyon jól nézett ki, és azért eléggé sokan összegyűltek az emberek. És hát maga a B-közép konkrétan végig énekelte az egész mérkőzést, folyamatosan biztatta a magyar válogatottat, a Ria-Ria Hungáriával, vagy a Hajrá Magyarok, vagy hasonló ilyen szlogenekkel, és ebbe rendszerint becsatlakozott szinte az egész stadion. És olyankor az elmebeteg volt, szinte meg lehetett süketülni, olyan szintű kiaválás volt, vagy éppen fügyszó, amikor valami éppen nem tetszett a hazai nézőknek. Általában Ronaldónál tényleg volt ez. Mindig. Általában, igen. De vigyed ma, hey! És akkor... Igen. Igen. Meg szögleteknél nagyon előszeretettel használták ezt, hogy jól megzavarják őket, és hát mi egy szöglet gólt se kaptunk végül. És mi volt a... Bocsánat, igen. és mekkora hangzavar volt, amikor gólt lőttünk? Ezt akartam kérdezni, pont ezt. Hát konkrétan kellett 500 forintot fizetni a pohárért, amiben ugye kaphattál sört. Hát repült vagy 1000 fölöttem. De nem sört számít, Lee, vagy ügyre ne, hát azokat össze kellett volna gyűjteni, ne bogockodjál. Az a baj, nem lehetett visszaváltani. Ja, pedig az egy komoly sómával tudtál volna onnan távozni. Ja. Na, mindegy, a lényeg az, hogy tényleg repült, hangrobbanás, a római tüzek eldurrantak, vagy római köröltüzek. Pontosabban. Az volt a probléma, hogy ahogy berúgták a gólt, én reflexből kinéztem a partjelzőre, mert lezsönus volt alapból, és már ő emelte a zászlóját jelezve a lest, de a legtöbb szurkoló ezt nem vette észre, majd 10-15 másodpercig, én meg csak ott álltam, mondom, gyerekek, les, mit örültök? De én is utána láttam, hogy felmutatja a zászlót, miután belőtte a magyar játékos, vagy már előtte felmutatta nem, a zászlót? Nem, csak akkor mutatta fel, amint belőtte. Aha. Mert ilyenkor engedik tovább, ugye, hogy majd utólag videóbíróval megnézik, hogy biztos les volt-e. De sajnálatos módon az volt, és ott történt egy ilyen törés sajnálatos módon a csapatunknál. Hát ez szomorú. De hát igazából kezdjük akkor a meccsel, vagyis hát az elejével. Jó. Hogyha már így belementünk. Igazából
Az első fél időben én megmondom őszintén, hogy én tartottam attól, hogy hú, nagyon korai gólt fogunk kapni, amire egyébként volt is reális lehetőség, de hála Isten egy fél időt simán megúsztunk, és akkor már olyan nagyon komoly bizakodásban voltam, hogy úristen, hogyha ezt lehoznánk 0-0-ra, mennyire jó lenne, annyira jó lenne. Igen, a védelmünk olyan szinten stabilan működött, és olyan szépen tolódtak egész meccsen. Hát konkrétan próbálták kiugratni Ronaldót, mindig kifejelték előle, amikor eljutott a kapuig, akkor Gulácsi hárított, szóval olyan szintű stabil védelem volt az utolsó perceket leszámítva ezen a meccsen a magyaroknál, hogy csak úgy ámultam, nagyon-nagyon jól játszottunk hátul leginkább. Igen, meg ugye bemutatkozott egy új játékos is, azt hiszem, ugye nem is tudom hány éves, nagyon fiatal játékos, ő is nagyon, nagyon jó megmozdulásokat lehetett észrevenni a játékában, illetve nem tudom, hogy ti mennyire hiányoltátok Ronaldót, a 85. percig, sőt az első fél időben nem is nagyon lehetett észrevenni, mert ott tényleg a védelem eltávolította mindig a közelébe a labdát, és le is szerelték többször. Igen, hát nagyon rá voltak állva nyilván, nyilván azért mindenki nagyon jól tudta, hogy baromi veszélyes, nagyon kéne vele vigyázni, és hála Isten volt is ellene fegyverünk. Aztán hát jött a második fél időben egy gól, amikor nem csak a stadionban, hanem nálunk is itt Fehérváron repültek a sörös poharak. Na most az van, hogy egy csomóan úgy dobták el, hogy szinte tele volt, és láttam, ahogy itt repül, és az mekkora hiányosság után, amikor így rájössz, hogy mégse gól, és baszki, mehetsz megint venni. Ott lehet, hogy még meg is nyertük volna, hogyha 1-0-ra sikerül akkor megszerezni a vezetést. Megtörtek volna szerintem a portugálok. Hogyha utána még azt a utolsó pár percet olyan stabil védekezéssel, mint előtte kibírjuk, akkor simán leúszhattuk volna ezt 1-0-val, de erről sajnos felesleges beszélni, mert végül teljesen egyértelmű, hogy les volt. És hát akkor jött a 84. perc. Igen. Elfáradtunk, nem? Meg szoborúak voltunk, hogy nem adták szoborúak a gasztóval. Inkább szétestünk, igen, szerintem, nem fáradtunk el. Szétestünk. Vagy ők, hát. Aha. Igen. Fejben én azt gondolom, hogy egyébként ott nagyon-nagyon sokáig azért rengeteg helyzet volt, mit tudom én, mindent sikeresen tudtunk védeni. Aztán egy kicsit úgy a les gól után így összeesett egy kicsit a csapat talán, és hát így kaptuk az első gólt. És az volt a legfájabb az egészben, hogy pont akkor jött ez a kicsit szerencsés gól a portugáloktól, amikor a magyar válogatott elkezdett támadásokat indítani, és elkezdett helyzeteket kialakítani, mert egész meccsen nem igazán volt erre lehetőségünk, és gondolom ez is a taktika része volt, hogy szépen kibírjuk védekezést, és a végén majd rúgunk egyet akkor, amikor már nem tudnak rá válaszolni. Így van. És hát igen, jöttek pont a helyzetek, és erre egy megpattanó lövés begurult Gulácsi kapujába. Nagyon-nagyon szerencsétlen gól a mi szempontunkból, de azért... Ott Hajdú B. István mondta is, hogy hát most náluk is megpattam. Gondolom ugye, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor nálunk kétszer is megpattant, ugye Csuzsák Balázs lövésénél a labda, hát most nekik volt szerencséjük, sajnos. Így van. Igen, és én azt mondanám egyébként, persze, hazabeszélek, de én... Jó, egy gólt lőttek, de a másik kettő az már csak az egy ilyen... Nem érdemeltük meg. Nem az, hogy nem érdemeltük meg, de az már az volt, hogy baszki, hát jó van. Szóval a szétesés utáni gólok, szóval én azért vagyok bizakodó, mert nem arról szólt az egész meccs, hogy végig a portugáloknál van a labda, és csak ők tudnak helyzeteket, és mi meg valahogy mindig kirúgjuk, hanem nagyon összeszedetten játszottunk, szerintem tök jól tudtuk kezelni ezt ugye az előző EB győztesével játszunk. Igen. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy a következő meccseken esetlegesen azért jobb eredményt is el tudunk érni. Hát ugye büszkék lehetünk a magyar válogatottra, mert tényleg, ahogy mondjátok, nagyon jól játszottak. Harcoltak, így van, bennük volt a szenvedély, a nyerési vágy. Mit gondoltok a 11-esről, Laki? Hogy az szerinted ő szabályos volt-e, vagy nem, vagy tényleg le kellett fújni?
Sajnos, azt még nem néztem vissza, én ugye stadionban láttam, és Igen. ott vissza se játszották, ha jól Ja. emlékszem, de lehet, hogy csak nem néztem fel a kivetítőre, nem tudom. Aki látta a közvetítést, ott az biztos voltak jó lassítások. Én Igen. láttam, igazából nem volt kérdés szerintem, de biztos, hogy persze, hát én magyarként azt mondom, hogy hát de nem, tehát hogy az egy 11-es volt, szóval. Igen. Igen. Ja, illetve ne felejtsük el Gulácsit is, hogy milyen jó védéseket mutatott be, ugye? A Igen. másik félidőben volt egy akkora bravúrja, hihetetlen, mit fogott ott a Pali. Igen. Hát nyilván a 11-est azért Ronaldo bevarja. Ugye az Azt mindig egy bevart, ilyen igen. 50-50%, mert most elrúgja a Igen. másik oldalra, esélytelen. Tehát aztán jött egy harmadik, de azok már szerintem annyira ilyen... Már, tehát, hogy nem ez a reális kép, hogy 3-0, Nem. szóval abszolút nem jött Ez a így csúnyán néz papírforma. ki. Ez így csúnyán néz ki, de... Igen, de aki látta azt a meccset, hogy az Ucsó 10 percben lett az a 3 gól, az tudja, hogy Igen. Ja. bőven túl teljesítettük magunkat. Így van, így van. Le a kalappal a magyar válogatott Így előtt, van. hát mégiscsak nem tudom hányszoros az értéke a portugál válogatottnak, Igen. mint a magyaré. Minden esetre szerintem ez egy tisztes helytállás volt a fiúktól. Igen, meg a Abszolút. nézőket is jó érzéssel tölt el Igen, szerintem, meg igen, minket igen. is, hogy van helyünk egy ekkora bajnokságon végre, hogy tudunk mutatni valamit, és ennek nagyon örülhetünk. És hogy már Így van. másodjára, hogy azért ez nem egy Igen. véletlen dolog, 5 évvel ezelőtt is ott voltunk. És akkor ugye most ugye az F csoport az úgy áll, hogy Portugália és Franciaország 3-3 pont, és Német-Magyar 0-0 pont, és gólkülönbségben előrébb van a Németország, mert ugye ők csak egyet kaptak, de én azt gondolom, hogy azért van itt lehetőségünk. Kíváncsi leszek, mi lesz a Igen. többi meccsünkön. Nagyon nehéz lesz, főleg a franciák ellen, és át még a német ellen is elképesztően nehéz mérkőzések lesznek. A franciák ellen azért, mert olyan támadó erejük van, hogy Az brutális. beszarás. A németek pedig, hát úgy egybe vannak amúgy, szóval ők tényleg így egy csapatként mozognak állandóan. De még ezzel a portugál meccsel annyi, hogy meg talán a következő EB meccsekre is, hogy mennyivel másabb lett volna, ha mondjuk van egy kreatív középpályásunk, például Szoboszlai Dominik. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen különbség lett volna, hogyha ő tud osztogatni labdákat Szolainak, és ilyesmit. Na mindegy. Ezt is Igen. sem tudjuk meg. Igen, és azért ez is bizakodásra ad okot, persze nem ezzel az EB-vel kapcsolatban, úgy unblock a magyar csapattal kapcsolatban, hogy nem a legerősebb magyar csapat állt most fel, és még így is azért elég komolyan helyt tudtunk állni. Így van. Ügyesek voltak a fiúk, és hát várjuk izgatottan a folytatást. Yes. Na, akkor mehettünk tovább, fiúk? Hát nézzük mehetünk. át azért a meccseket, hogy mik voltak. Igen, kronológiai sorrendben akkor haladjunk. Az Jó. adásunk, előző adásunk után az első mérkőzés, ha minden igaz, a Anglia-Horvátország volt. Így van. Így van. Hát ott ugye 1-0-ás győzelem jött össze végül az angoloknak. A meccset amúgy nagyon erősen kezdték az angolok, és aztán Igen. egy kis, nem tudom, hogy ilyen 10 perc után átvették az irányítást azért a horvátok, és amúgy nem volt egy jó meccs, nagyon nem volt egy jó Nem. meccs. Nem volt egyáltalán izgalmas, mert én ezt így nem láttam. Hát nekem nem, de másnak lehet, hogy ezt tetszett, egy kicsit ilyen taktikázás volt itt is, és csak az 57. percben tört meg a jég, amikor Sterling rúgott egy szép gólt, és igazából azzal állította be a végeredményt. Igen, De úgyhogy csodál. nagyon nem volt egy ilyen igazán jó meccs. Tehát, hogy így 1-0, nem tudom, nekem Nem. annyira nem adta, megmondom őszintén, annyira már nem is emlékszem rá, pedig hogyha olyan jó lett volna, akkor nyilván megmarad, de annyira úgy nem. Igen. Érdekes, hogy az első fél időben, ugye, ahogy nézem, 70% volt a labdabirtoklás az angolok javára. Érdekes, hogy csak az 57. percben született meg a gól. De akkor jól játszottak ezek szerint az angolok, akkor megérdemelten nyertek, nem? Hát figyeljetek, igazából nekik is ez volt ám az első meccsük, mindkettőjüknek, szóval ők is szerintem azért kicsit tapogatóztak, azért kettő nagyon jó csapatról beszélünk, úgyhogy kicsit nyilván biztonsági játékot játszanak ők is az elején. Na, aztán jött az Ausztria, Észak-Macedónia, én azt a meccset nem láttam. Ti láttátok?
Hát amúgy úgy félszemmel én követtem. Én is egy fél időt láttam. Amúgy szerintem nem volt egy rossz meccs, ez sokkal jobb volt, mint az angol-horvát. És ugye megszerezte a vezetést Ausztria, hogyha jól tudom, és aztán kiegyenlített Észak-Macedónia, és utána simán meg is szerezhették volna a vezetést így meglepetésre. Egész jól játszottak. Én viccelődtünk vele, hogy itt tudom én, hogy az Ausztria Észak-Macedóniával fogunk majd tippelni, a legjobb meccs, stb. Stb. Igen, stb. Igen. És végül tényleg nem lett egy rossz mérkőzés. Kicsit lebecsültük a macedónokat, de tényleg nagyon jól játszottak. Igen, nagyon keményen nyomták, és ugye 3-1-re végül kikaptak, de ők mindenképpen bizakodhatnak még a folytatásban. És ja, de látom csak a... Igen? Bocsánat. Látom, hogy csak a 78. meg a 89. percben kapták utána a két gólt, úgyhogy addig eléggé jó kis meccs lehetett, hogy így izgulás volt mindkét fél részéről, hogy mi lesz. És Köszön. Akkor itt van az érdekesség, amiről beszéltünk így videón kívül, hogy ugye Pandev rúgta az egyik gólt, és az EB történelem második legidősebb góllövője, 37 évesen, és azt hiszem, hogy Gera Zoltán talán a harmadik, vagy a negyedik? Azt a mindenit. Úgyhogy 37 évesebb még ilyen formában lenni, az elég vagány. Örülnék, olyan ilyen, formában ilyen, lennék már 30 évesen. Holland-Ukrán. Hú! Húha! Az EB eddigi legjobb meccse így volt. Azt a meccsárját jó oldott. Pedig hogy elbízták magukat a hollandok 2-0-nál, mi? Hát el is hitték, biztos vagyok benne. Kemény, kemény. Aztán jött egy parádés gól. Mindkettő gól az ukránok részéről egyébként szerintem nagyon, nagyon szép volt. Szép volt, igen. Ugye Wijnaldum szerezte meg a vezetést, aztán Weghorst szerezte meg a második góljukat a hollandoknak, de amúgy előtte az ukrán kapusnak hatalmas nagy bravúrjai voltak, tényleg az EB eddigi legjobb kapus teljesítményét nyújtotta szerintem. Olyanokat védett, hogy hihetetlen, és Hollandia nagy erőket mozgósított a mérkőzés elején. Aztán azt sikerült kibekkelniük az ukránoknak. És igen, aztán jött a 75. percben Jarmolenko. Hű, micsoda tekerés volt az. Az gyönyörű volt, az egyik legszebb EB gól eddig szerintem. Igen. Igen, hát az olyan ám, amikor elrugod, akkor érzed, hogy ez. Igen, ez ott van. Ahogy az betekeredett a hosszúba, fú. Illetve mit tudtok Zubkov sérüléséről? Van róla valamilyen információ? Mert viszonylag hamar le kellett cserélni ugye őt a pályáról. És szerintem ott egy kicsit megingott a csapat, amikor rögtön az első, nem is tudom, az első 10 percben megsérülhetett, és le kellett cserélni. Igen, arra emlékszem, hogy lecserélték már az elején, de hogy pontosan mi volt a probléma, nem tudom, pontosan gondolom valami meghúzódás, vagy ilyesmi lehetett. Ja, saját lábán hagyta el a... Igen. A meccset, ugye a Ferencváros játékosa. Meg hát ugye ilyenkor nem is biztos, hogy hatalmas sérülés van, csak azért nagyon érzik azt, hogyha határon táncolnak egy-egy ilyen meghúzódással vagy sérüléssel, és inkább azt mondják, hogy most out, és akkor 2-3 nap pihegy, hogy következő meccsre már jó legyen. Nem kockáztatják be ezt a dolgot. Így van. És aztán jött a 79. percben Jaremchuk. Egy szabadrúgás után szépen befejelte, szóval konkrétan ilyen 4 perc alatt ledolgoznak a 2 gólos hátrányt. Hát azért mondjuk, ott volt nézés a hollandok részéről. Ott volt. Pisznottak nagyon. Meg itt a kanapén is, én néztem. Én is. Mert nem volt semmi erre, szerintem sokan nem számítottunk 2-0 után. Megérdemelték volna az 1 pontot. Lehet, hogy megérdemelték volna, de aztán jött a habatortán. Igen, hát... megszerezte Hollandia újra a vezetést, és hát így lett 3-2. Nagyon jó volt, én nagyon szurkoltam egyébként már a vége fel az ukránoknak, mert nyilván ilyenkor úgy vagy vele, hogy tudod, hogy gyengébb csapat, és akkor szurkolsz neki, és hát azért mondjuk ki, hogy a meccs összképét nézve azért a hollandok megérdemelték ezt a győzelmet, tehát de azért jó volt bizakodni abban, hogy na, 2-2 lesz. Végül behúzta a 3 pontot Hollandia. Igen. Sok gólt láthattunk, meg szép gólokat. Aztán jött a Skócia-Csehország mérkőzés még vasárnap. Nem, az már hétfőn volt. Az már hétfőn, igen. Igen. Hát ott megszületett az egyik legkomolyabb gól.
Hány méter volt? Hány méterről? 49,7. Ez 1980 óta a legtávolabbi gól az EB történelmében. Szóval, Patrick Schick szépen igen. megkapta a labdát, átgyalogolt a félpályán, aztán hát úgy beemelte, beesett valahogyan a labda. Ilyen gólt is jól lehet lőni. Másik gól. Ja, ő szerezte a másikat is. Lehetséges. Aha, igen. Hát ő lett így a meccsember a cseheknél, és így lett 2-0. Alapvetően szerintem részemről egy ilyen jó kis meccs volt, igazából semmi extra, de szerintem így jó volt. Nem tudom ti, hogy láttátok. Hát már ezért a gólt megérte megnézni. Aha. Igen. A gól miatt tényleg azért jobban megmarad az emlékezetünkben. Amúgy nem volt tényleg egy rossz irányú meccs. Jó volt. Volt, így van. Jó volt. Elment egynek. Aztán lengyel-szlovák, azt láttátok? Én azt nem láttam. Néztem, hát eléggé meglepő eredmény született. Ugye gondolom a lengyeleket várták legtöbben, hogy behúzza ezt a mérkőzést. És hát végül ugye a 18. percben szerezte meg a vezetést Szlovákia Csesnyi öngóljával. Hát az eléggé unlucky volt, azért tegyük hozzá. Igen. Nagyon nem tehetett róla, nem tudom, láttátok-e? Nem. Nagyon szépen becselezte magát. Szívesen bólogatok. Nagyon szépen becselezte magát két ember között, még egy kötényt is kiosztott a szlovák támadó, és rárúgta a rövidre, kapufát találta el, de a kapus már feküdt, így visszapattant a kapusra, és a kapusról vissza a kapuba, szóval így szerezték meg a vezetést a szlovákok. És hát a másik fél időre úgy jöttek ki a lengyelek, hogy na jó, akkor most már kezdjünk el focizni, és legelején szépen 46. perc, aha. Így van, ki is egyenlítették, és akkor át is vették a gyeplőt a szlovákok. Viszont jött Krihoviák kiállítása, ami nagyon nem jött jól nekik. Megkapta a második sárgáját ugye a fickó, és itt 10 emberrel kellett befejezniük a meccset. Az első piros lap az EB-n egyébként. De akkor ez nem rögtön piros lap volt, hanem két sárgát kapott. Másik sárga, aha, így van. Aha. Egy elkésett belépő, nem volt szép. Mondhatni jogosan állította ki a Spori, aztán jött Skriniar, 69. percben a győztes gólt berúgta. Azért szegény lengyelek is, baszki. Ezért. Igen. Hát mi ugye nagyon szurkoltunk nekik, mi magyarok. Ja, hát testvérek vagyunk végül is. No, hát aztán spanyol svéd. Hú, hát én hogy szurkoltam a svédeknek, hogy bírják ki. Annyit védekeztek, mindent kirúgtak. Én nagyon szurkoltam nekik, hogy egy pontot kapjanak. De az első, nem is tudom, fél óra? Nem, talán az első egész fél idő. Első egész fél idő. Az első fél idő az olyan volt, hogy a spanyolok bármelyik pillanatban rúghattak volna egy gólt, és basszus nem. Nagyon durva. 80%-os labdabirtoklásuk volt a spanyoloknak, és egyszerűen nem tudtak gólt rúgni. 86%-os, baszki. Azt bocsánat. És 17 hát kapura lövés. Igen. Hát ez is egy meglepő eredmény. Mi is valami hasonlóan védekeztünk szerintem, mint a svédek. Most mi a portugálok ellen. De nekik sikerült kivinni, és végül is figyelj, számukra ez a 0-0 annyira tökéletes eredmény. De hogy húzták az időt minden pillanatban? Csinálták a dolgokat, ja. De ezt kapcsolat érdemel, tényleg. Igen, viszont Olsen kapust a svédeknél mindenképpen emeljük ki. Hogyha Buscsánt kiemeltük az ukrán kapust, akkor Olsent is mindenképp ki kell. Amiket hárított ezen a mérkőzésen, szerintem eladta magát most a abszolút. Bali. És akkor eljött a Magyarország-Portugália meccs után, a Franciaország-Németország. Én ugye az autózásom miatt sajnos ezt nem láttam, viszont hallottam, vagyis írtátok, hogy volt valami bugyó. Ja nem, csak szivattalak, mert annyira kérdezted a csoportba, hogy mi történt? Mondom, hallod, bunyó, Dani bunyó volt. Hát én próbáltam így nézegetni, és hogy mi volt, nem találtam oda. Csak tényleg megszivattatok. Akkor öngol volt, az biztos, hogy volt. Igen. Hát egy-egy szerencsétlen öngol volt. Hamels, hogy felvarta azt a vetyárját, csatárokat megszégyenítő módon. Jó, mondjuk szerencsétlen nem nagyon tehetett róla, ott volt mögötte
a támadó francia tisztázni próbált, beakadt. Sípcsonttal Ja. rúgtál. Ez olyan Igen. egyébként, hogyha ott azt nem rúgja el, luftot rúg, akkor berúgja, nem tudom ki volt mögötte a francia csatár, de akkor berúgta volna ő. Így van, így van. Hülyén találta el a labdát, nem sikerült a kapu fölé lőni. Igen. Kicsit unlucky volt, és aztán végül ezzel a góllal ki is húzták a franciák. Igen. Ezt nagyon-nagyon értik azt a játékot, amikor így vissza kell állni, és akkor szépen Mbappé sebességére támaszkodva majd kontráznak. Hát a második gól az nem jött mondjuk, de voltak lehetőségei így kontrára, a németek nem találtak rist. Lesgólok voltak, nem? Igen, volt egy lesgól, Benzema gólját érvénytelenítették. Hát az teljesen jogosan vették el, és hát végül beúszta a nagyon fontos 3 pontot Franciaország amúgy. Igen, ezért is tartok a franciáktól, mert basszus. Ah, Istenem, hogy velük mit fogunk játszani, mert tényleg elképesztő módon, tehát egy német válogatottnak milyen komoly kontrákat tudtak nyomatni, és akkor... Igen. Ah. De hogyha elvernénk a németeket, akkor 3 ponttal lennénk. Németek meg nullával. A franciák amúgy erősebbek papír szerint, mint a portugálok, vagy nem? Igen, franciák. Abszolút. Erősebb? A franciák szerintem a világranglistán most az elsők, hogyha jól emlékszem, de ezt lefekt csekkelem, sorry. Nem, bocsánat, az első a FIFA ranglistán most Belgium. Uh-huh. Azt a és utána van Franciaország. Jó, hát nem tudom, mennyire lehet ez a FIFA ranglistára hagyatkozni, de minden esetre azért, na, ott vannak a toppon. Portugália az 5., Németország a 12., Magyarország a 37. Na, és az igen. Így azért, ha így nézzük, akkor azért már más a leányzó fekvése. Igen. Na de, srácok, ugye, Laki, te hoztad fel ezt a tipper dolgot, hogy csináljunk egy ilyet? Igen. Szerintem tök jó ötlet volt, hogy így házon belül kialakítottunk egy kis tipper bajnokságot. Igen, és hát itt most mutatom nektek is a képen, hogy ugye nem a legelejétől kezdtük el tippelgetni a dolgokat, de jelenleg így állunk egyébként. Laki az első 23 ponttal, aztán jön Dani 18-al, én pedig 17-tel, úgyhogy ebből még bármi lehet. És igen, ugye minden ezt úgy meccset kell nézni. Tippelünk. Igen, és ezt úgy kell nézni amúgy, hogy egy teli találatért 10 pontot kapsz. Szóval, hogy nem nehéz kitalálni, akkor sok teli találatunk nem volt. Igen, még nem találtuk el. De erre ne alapozzon senki, ez csak a mi tippünk. Ja, ne szakjátok meg tipsmusszal. Ja, igen. úgyhogy erről majd mindig be fogunk nektek számolni, hogy hogyan állunk minden részben, úgyhogy jelenleg így állunk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. No de, srácok, én azt mondanám, hogy akkor zúzzunk már át a FIFA-ba, FIFA. Azt nyomassunk valamit. Tapassátok, srácok! Magyarország, Portugália, egyértelmű. De most akkor én nyomom a Danival? Hát ja. Nyomjátok, ja. Nem? Ja, jó. Meg kommentálom. Ja. Na hát srácok, akkor itt vagyunk, és hát akkor Danival nyomom ezt a meccset. Én vagyok a magyarokkal, Dani pedig a portugálokkal. Igen. És hát Laki megnézi ezt a csodálatos mérkőzést. Igen. Hát most az van ám, hogy a Dani az gyakorlatilag billentyűzeten játszik. Én embert nem láttam még billentyűzeten játszani. Egész nagyon jó. Kemény lesz, Dani. Figyelj! Ajj, ekkora zsugát osztott az ember. Aha! Oda néz. Dani! Hopp, egy bolond visszaadás. Ezt miért csináltam? Egy igazi cselgép vagy. Az vagy. És hát Na nézzük, hogy... Majdnem. Jó, akkor húzzuk az időt. Na és nézzük, hogy akkor ezen a mérkőzésen milyen eredmény fog kijönni az eredetihez képest. Hoppá! Most Laki a kommentátor egyébként. Jaj, a kommentátor vagyok? Hát persze, hogy az, hogy nem ugyanaz. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Magyarország-Portugália EB F csoportás mérkőzése. Na, hát megőrülnék, ezt kellene hallgatnom 90 percig. Hoppá, milyen labda szerzés. Á, hogy ment az ki? Hát lecsúszott, mondhatjuk így.
Püf! Aha. Hoppá. Hát. Oliviera megindul, kérem szépen. Egyszerűen megállíthatatlan sebességgel. Hoppá. Cristiano Ronaldo kapja büntetőt, de belül átkesi Bernardo Silva. Miért nem lőttem rá? Amit azt rá kellett volna lőni Ronival. Hú, de mit kapott a meccsen Ronaldo? Bármikor labdához ért. Hát persze. Figyelj, a legjobbat... Én ezt nem értem egyébként, én nagyon tisztelem Ronaldot, meg az összes klasszis játékost. Soha nem fogom megérteni ezt a zújongást. Most miért? Nem? Az, hogy hát azért, most... mert ő a legjobb, és így talán meg lehet zavarni, tudod? Hát nem lehet megzavarni, de hogy lehet. Sose lehetett. Hát de hát tudod, az, amikor lecselezzük, vagy leszereljük, és tapsolunk, mint az állat, azt mondom, jó, de tudod, csak úgy szimplán a jelenlétem ilyet újongani, nem tudom. Mindenki más, hogy látja, gondolom. Ja, de hát figyelj, ez a hazai pálya előnye. Ezt is mondhatjuk, és micsoda játék! Jó! Na miért nem lőtte? Majdnem, Bernardo Silva. Az a baj, ezekkel a srácok a FIFA-ban nagyon nehéz bármit is kezdeni. Tudom én azt tudom. Ugye, hogy olyan... Szabasz, hogy Dominik viszont itt végre pályán van. Igen. Igen, a FIFA-ban azért kicsit ilyen lassúnak érződik az összes játékos. Oha! Az igen! De akrobatikus lesz, az biztos. Az egy komoly passz. Próbálok befele játszani. Nagyon jó. Nagyon. Hát igen, ezeket sokkal közelebb kell vinni itt a FIFA-ban. De aztán jön újra Magyarország, Sallai, Hangya, Szalai. Nem úgy van ám az. De szóljad el! Hú, szép volt. Ő kellett volna rugnom. Persze. De elnéztem volna élőben is egy ilyet, a rohadt életben. Aha, jó, hoppá, fel kell rúgni. Roni, rázza le hoppá az emberét, és megindul Ronaldo, hoppá! Álljá! Az utolsó ember. Oké. Okay. Most Szalai. Hoppá van? Flowrench is mellette robog, és érkeznek középen ketten is. Jó, beesett labda! Ez az. Baszki. Láttátok, hogy Ronaldo 5 méterről fölé lőtte? Mármint a magyar-portugálok? Igen. Ja. Ott, még az első fél időben. Még ott mindenki fogta a fejét, és egymásra nézett, hogy úristen, marad ki. Igen. Igen. Hoppá! Jaj! Nem. Szalai Ádám! Mit csinálok? Ne így lett jó! Szalainak kellett egy gólpassz is. De az a gólpassz. Hát az... 200 IQ play. Átgyimbiztem mindenkin. Nem kaphatok ki. Nem fogsz. Hát jó, billentyűzett el alapból. Igen. Nagyon kemény. Azaz! Azt nem tudom, melyik lövök rá. És egy labdaszerzés. Hoppá! Az mi? Az... Nagyon csúnya. Piros lap. Hoppá! Most elvégzett szabadrúgás, és Oliveira... Ez nagyon csúnya volt. Ez sárga lesz most, igen. Hát, meg kell néznem, mivel rúgok rá. Na nézd meg! Így a, nem tudom, 36. percben jó lesz. Na most kell berúgni. Nézd el. Shoot, space. Azért. Jó. Na, hoppá, 22 Roni yard. Gyerünk, Roni, nyomj meg egyszer! Szép volt. Ha még egyszer megnyomt, legközelebb nyom meg még egyszer a lövést, abban a pillanatban, amikor elrúgja igazából a játékos, amikor látod, tudod? Miért? Akkor az egy ilyen timed finish, akkor jobban elrúgja. Igen, na figyelj oda. Opa, ott van. Jaj, ne! Basszus! Mit védett? És közben Szoboszlainak is kiosztunk egy lapot, így van. Hoppá. Jó van már. Burulnak a magyarok. Igen. Oké, okay. Nem? Pepe jó felé, az... Megvan! Easy. De most! Fussál! Nézzük a magyar kontrát, Sallai Cancelo mellett. Nagyon fáradt. Nem, jó, nem futja le. Azaz! Mi? Lesz! Hogy lenne? Hoppá! Lesz! Akkor majd csak, jaj! Na, Roni megindul, Roni a 16-osa belül! Kulácsi! Hogy jöttem ki? Hogy jöttem ki azzal a kapussal, te? Nagy védés volt. Oda néz! És jön Szalai. Hoppá, hogy merre veszi? Ne, basz! Azaz, véletlen nyomtam meg azt a gombot.
Oliveira. Hogy viszi, hallod? Persze. Jó van már. Skót izé. Csapat. Cseh. Vigyáztam. Na majd most. Az a baj, szép nagyon meglátás. Kimegy szélre. De be lehet azt de... adni. Tuszkóli pöckőli. Kicsibe, nagyba, boom! Azta! Ping! A sárgalapos. Szoboszlai Domini. Hogy hagyták üresen? Uff, beremegett az egész igen. Kapu. Úgy nem van-e. Hiszem el. A nagyon négy gólt behozom. Helyezte is. Erő is volt benne, nagyon szép volt. Már ez eddig a... egy tükör eredmény. Igen. Hoppá. Hoppá, saját játékosodnak csúsztam be. Oh! Pedig Oliveira nincs oda szólót nyomon. De kapufáról jó. Kijött, sajnos. Les volt, de te nem. Mennyi? Ne birkózzál, mennyi? Jó. Oké? Okay. Nem jó az átvétel. És ahogy srácok közben elmondanám, hogy a következő részben esetleg, hogyha megint fifázunk, mert természetesen fogunk fifázni, miközben jön Portugália, de így megy Gulácsi, írjátok meg hozzászólásban, hogy milyen FIFA meccset szeretnétek tőlünk látni. Mindenképpen yes. Igyekszünk igényeket kielégíteni. Akár valamilyen nehezítés valamelyikünknek, vagy bármilyen. Hát a Lucky-nak valami megoldás. Nehezítés. Van egy kis, nem tudom, fán dolog, ha eszetekbe jut, nyugodtan írjátok meg, és akkor majd igyekszünk jó, megcsinálni. Jó, Szoboszlai! Dehogy. Jó, gyertek fel, gyerekek. Csináljunk lest. De miért lövi fölé? Mert nagyon hosszan nyomod ezt a space-t. Jó, nyugalom. Picikében. Kicsikében. Jó, nyugalom. Nyugalom. Na, hát ez... Micsoda játék? Az lesz. Jó! Lett volna. Hát a lesz taktika működik, amit alkalmazok. Na, azt mit alkalmazol? Hoppá! Ronaldo is bírja még, bizonyám, hogy bírja. De hogy jössz ki ennyire? Lövés! Ezt nem hiszem el. Csak pedig éppen, hogy érjél hozzá a space-hez. Komoly kényszerítő lett volna. Hoppá. Oda be kell csúszni. Na most, Roni. Hát nem tud gólt lőni a Ronaldo. Nem a Ronaldo. Lehet egy fal. Jó, semmi. Köszönjük. Hoppá, ne oda. Csak nyugalom. Nyugalom. Jaj, hárman jönnek. Az lesz volt, az... Véletlen elrúgtam. Hoppá. Hát igen, itt a passzokkal van még némi probléma. Aj, az figyeljétek most... meg az utolsó adásra, olyan profi lesz mindenki. Azaz. Jó van, rúgj egy sző... Hoppá. Na gyerünk! Passz! Azaz! Milyen? Mi feje lehet a Daninak? De megnézném. Jó! Az egy hatalmas gól! Azta! Oh! Jobb volt, mint a Dani próbálkozni. Dani a király. Itt a... izé, becsületbőrde. Na látom. Ez az! Ez az! Peszki. Ott is van. Ez az. Annyi, hogy ez les volt, Dani. Igen, igen. De mindig kijössz a kapussa, az a baj. Igen. Bocsánat. És hát ezzel beállította a végeredményt, a Dani 3-1-re nyert Anfield, és talán még ez a támadás nem megy. Ó, de baszki! Szép volt! Azért a következőre jobb leszek már. Jobb, na, jobb igen, leszel, igen. Dani. Úgy csattogtattad azt a space-t. Jó volt ez. Ennyi lett volna ez a rész, köszönjük szépen, hogy megnéztétek, bízunk benne, hogy tetszett nektek is, érdekes volt számotokra, jelezzétek egy lájkkal, köszönjük szépen, és holnap után újra találkozunk. Iratkozzatok fel a Creator TV csatornájára. Köszi! Szevasztok! Nincs mit.